Sok szeretettel köszöntöm a Régió Televízió nézőit. Egy futszál mérkőzés közvetítésével jelentkezünk Gödöllőről. A vendégcsapat bemutatása zajlik éppen. Ötössel Magyar Tamásnál járunk. Simon Zsolt kettessel. Őket megelőzték Laucsek András, Szalai Gábor és Simon Ádám. Ők lesznek majd a kezdőcsapat. És jönnek a cserejátékosok. Mezőfalvi Lóránd, Póta Balázs, Erdős Péter, Takács Mátor, Márton, bocsánat, Klacsák Bence, Soltész Levente és 29-essel Wimmer Bente. Jávor István a csapat edzője. Nézzük a gödöllői csapatot. Hármassal Ács Gábor érkezik a kezdő csapatból. Hetessel Ugi Márk, 14-essel Jenei Otto, 20-assal Lovrencsics Balázs, 23-assal pedig Szimcsák Tamás. Ők lesznek tehát a kezdő csapat. A tartalék kapus 1-essel Hegedűs Ferenc, 4-essel Szente Tamás, 11-esben játszik ma Jakab Dávid, 19-es lesz Pintér András, Veres Gergely 21-essel, Vidák Balázs 89-es mezben, és 90-essel Nagy Roland. A csapat edzői Baranyai Pál és Szente Tamás. Kömpf Gyula vezeti a mérkőzést, az ő segítője Janic Gergő, az időmérő pedig Cenejó Ádám lesz. Csőmontázs a vendégcsapat, és a gödöllői bikák láthatók kékben tehát. A mérkőzésnek komoly tétje van, de lesz időnk erről beszélgetni. Amíg a két csapat köszönti egymást, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a gödöllői bikák jelenleg a tabella 4. helyén állnak, a csőmontázs pedig a 8. helyet foglalja el, így a mérkőzés esélyese egyértelműen a hazai csapat, de hát meg kell várnunk a 2x20 perc tiszta játékidőt, és csak a végén hirdethetünk eredményt. A gödöllői csapat előtt egyébként a szegediek állnak, akik mindösszesen két ponttal előzik meg a gödöllőt, és abban az esetben, hogyha ezt a mai mérkőzést megnyeri a bikák együttese, egy ponttal elébük lehet kerülni, hiszen a Szeged a 2. helyen álló Berettyó Újfalu ellenében játszik ezekben a percekben, és az is lehet, hogy a fél időben már végeredménnyel tudok önöknek szolgálni, és kiderül, hogy tud-e előzni a mai napon a gödöllői csapat. Hamarosan kezdetét veszi tehát a találkozó. A játékvezetők ellenőrzik a hálókat. A csapatok pedig fogadkoznak, és jöhet a csatakiáltás. Majd megkezdődik a találkozó. A hazaiak edzője egyébként Baranyai Pál, játékos edző, ugyanúgy, mint Szente Tamás, de Baranyai Pál a mai mérkőzésen nem játszhat, hiszen 3 mérkőzéses eltiltást kapott egy kiállítást követően, így majd csak az utolsó hazai meccsen a győri Eto ellenében léphet majd pályára február végén, az ellen a Rába Eto ellen, akik ellen idegenben 10-1-es vereséget szenvedtek a bikák. Reméljük, a mai napon is hasonló eredmény születik, csak a bikák neve mellett lesz a több gól. Ugi elindítja útjára a labdát, el is kezdődnek a másodpercek, már is egy vendég oldalrúgással folytatódik a játék. Magyar Szalai a labda útja. Azok kedvéért mondom, akik esetleg még nem láttak futszál közvetítést, de hát önök is láthatják, 4 mezőnyjátékos és 1 kapus alkot egy csapatot. Az egyik legfontosabb dolog, amellett, hogy itt egy helyzet, nincs szabálytalanság. Egy éles szituáció volt ez, kis ilyen komoly veszélybe került a gödöllői kapu. A játékvezetők nem ítélték szabálytalannak a dolgot, ennek ellenére
A kapusnak fáj a keze. A vendégek visszaadják a labdát. Kidobás következhet. Kidobással kell a labdát játékba hozni, ezt a kapus teheti meg természetesen a hatos vonalon belülről. Nincs kint a labda, csak most szerencsétlenül vette át ezt Lovrencsics. És már is jönnek vissza a vendégek. Erdős. Erdős két ember vele szemben, nem is tud mit csinálni, hátra gurítja. Egyenlőre Szalai elvéti. Majd forgatja tovább. Ismét Erdős, magyar. Simontól kapta. Simon most leghátul szépen járatják körbe a labdát az ülő játékosok. Egy jó szerelés, meg lehet a labda, meg is van, vendég, berúgás következik. Remekül zavartak itt a védők. Jó lehet, Ugi, 2-1. Szimcsák nem tudta úgy átvenni, hogy kapura forduljon. Ismét Ugi, Szimcsák lövőhelyzet, az első lövés, mellézúg. Az első helyzet tehát a Gödöllőiekért. A második perc elején. A játékvezető rendeli magához Jeneit, aki reklamál szöveggel. Ebből nem szeretné, hogyha rendszer lenne a játékvezető. A berúgás után Szimcsák lábáról vágódik ki ismét a labda. Szalai, Erdős. Szalaihoz kerül hátra Simon. Majd újra Erdős. Most már a Gödöllői térfél közepén jár a labda. Egyre följebb jönnek a vendégek. Egy jó indulás után talán lehetne egy kontrát elindítani, de inkább visszaveszik a labdát. Az egy nagyon jó helyzet. Nézzük, Szmircsák kimarad. Most már két helyzet is van, de jól támadnak vissza a vendégek. Szimcsák ismét, bocsánat, az előbb egy picit rosszul mondtam a nevét, tehát Szimcsákról van szó. Egy lövés, ez mellé zúg. Közben cserélnek is, a Gödöllőiek veres érkezik, és Szente, a csapat egyik edzője, nem jut el hozzá a kidobás. Nagy és Vidák is a pályán, tehát megtörtént a sorcsere. Egyelőre határozottabban kezdenek a Gödöllőiek. Kettő komoly lehetőségük is volt már a gólszerzésre. Sajnos nem sikerült a találatot elérni. Vidák kéri a jobb oldalon, nem kapja Szentétől. Most. Szente, Veres kapja vissza. Jól mozognak most, de elveszítjük a labdát. Jöhet a csőmontás. Szépen lendületesen hozzák. A lövés fölé zúg. Most már lövésig a vendégek is eljutottak kétszer. A negyedik percben járunk. Nagy és Szente játszik össze. Most már kéri Veres is. Sikerül visszaszerezni. Úgy tűnt, hogy egy eladott labda után, és megvan az első. Hát majdnem kimondtam. 100%-os helyzetet hibáztunk. Szerintem erre mondják, hogy 100%-os.
a negyedik percben. Kár érte. De minden bizonnyal láthatunk még ilyet, aminek gól lesz a vége. Vidák, akinek nem sikerült bevenni a vendégkaput. Nagy, Vidák kapja, Vidák javíthat, Vidák megteszi. Vidák, Balázs az ötödik percben megszerzi a vezetést. 1-0 tehát érkezik vissza Lovrencsis és Ugi. Vidák bennmaradt Szentével, tehát kettő posztot változtatott Baranyai. A hazaiak edzője. Határozott kezdés. 5 perc sem telt el, és már is vezetnek a Bikák. És a játék is pörgős, élvezetes. Egy jó lövés. Jó méterrel zúgott a kapu mellé. Egy pontja van jelenleg a gödöllői csapatnak a tabellán. És ez úgy, hogy jelenleg mínusz egy pont áll a csapat neve mellett, ugyanis az egyik mérkőzésen az Aramis ellen még tavaly októberben a vendégcsapat megóvta ezt a mérkőzést, mondván, hogy egy játékos nem volt időben a játéktéren a mérkőzés kezdetekor. Az óvást első fokon elfogadták, és elvették a gödöllői győzelmet, és levonásra került még egy pont is, de jelenleg másodfokon jár az ügy, miután a gödöllői Bikák fellebbeztek, hiszen videó felvétellel bizonyítani tudják, hogy Bici Gábor, aki egyébként most nincs itt, sérülés miatt, a csapat egyik meghatározó játékosa, a megadott időben, a megadott helyen volt, közben Jenei lövése után a kapufáról visszakapattan a kapusra, és végül is Laucsek Andrásról vágódik az alapvonalon túlra, így sarok lúgással jöhetnek a gödöllőiek. Itt viszont baj lehet, nincs baj, és ráadásul még a gödöllő is jön. Remekül mozdult ki a kapujából Ács Gábor. Nagyon szemfülesen lecsapnak a hibákra a vendégjátékosok. Vigyázni kell, így ez az egy gólos előny abszolút nem megnyugtató. Dolgozni kell a további találatok elérésében. Ahogy most meg is történik, Jenei nem nagyon tehetett róla, nagyon jól helyezkedett. Szimcsák lőtte be a labdát a 6. percben, és Jenei Ottóról pattant be tulajdonképpen a labda. A munka nagyobb részét Szimcsáknak köszönhetjük, de Jenei értékesítette, és a szabályok adta lehetőséggel élve a vendégcsapat edzője Jávor István kikéri az első időkérést a mérkőzésen. Mondom ezt azért, egy fél időben egy időt kérhet egy edző. A vendégek már ezt a 6. perc elején, a 7. perc elején, 6 perc, 7 másodperccel a kezdés után meg is teszik, hiszen a csapatuk 2 gólos hátrányba került, és hát abszolút nem mellékes ez a mérkőzés a vendégcsapat számára sem, hiszen a 8. helyen 16 ponttal állnak a Rubeola FC Csömör mögött, akiknek 19 pontjuk van már, így egy itteni győzelemmel beérhetnék az előttük álló csapatot. Hát reméljük, hogy ezt a gödöllői Bikák meg fogják akadályozni. 2-0 után folytatódik tehát a játék. Friss emberek a vendégoldalon is. Póta. Ismét Póta. Póta Balázs, aki egyébként játszott már a gödöllőben, egy egykori gödöllő játékosról van szó, remekül jutnak be most a kapu elé, jól szabadítunk fel.
Szóval Póta Balázs az U21-es gödöllői csapattal még bajnoki címet is elért korábban, jelenleg a Csőmontás csapatát erősíti, de több játékos van, aki megfordult már a másik klubban is, így ez egy igazi pikáns mérkőzés, jól ismerik egymást a játékosok, és volt már, hogy egy csapatban küzdöttek. Most egymás ellen teszik a bedobás, berúgás, bocsánat, ezúttal a Csőmontás csapatát illeti meg. Oldalról csak rúgva lehet játékba hozni a labdát, bedobás nincsen, mint a nagypályás futballban. Ilyenkor áll az idő, 7 perc, 19 másodperc telt el, lehetőség van arra, hogy cseréljenek a csapatok, ezt a saját kispadjuk előtt tehetik meg szabadon, egy 5 méteres zónán belül természetesen, majdnem hasonlóan, mint a kézilabdában. A különbség csak annyi, hogy itt a zóna távolabb van a felező vonaltól. De nézzük, hogyan kevergetnek. Vidák viszi tovább, két ember között beteszi, Nagytól kapja vissza. Vidák nem lövi el, csak most. Jó a védés. Szöglet. Remekül csinálták ott meg. Vidák elment előtte. Résen volt a kapus. Laucsek egyelőre jól véd, egyik gólról sem tehetett igazán. Szimcsák nem tudja lőni. Szimcsák vissza, ellövi. Nem értek hozzá. Az átvétel pillanatában lépett oda Szimcsák, és jön is le, Szente érkezik a helyére. És így a gödöllőjé visszapattant még Pótára, aki közben jelzi, hogy le szeretne jönni, cserét kér. Vidák. Hátul Szente. Majd nagy a labda útja. Nagy Roland, Veres, Vidák, és az első szabálytalanság a mérkőzés folyamán. Ez azért fontos, mert a futszál játékszabályai szerint a csapatnak öt szabálytalanságra van lehetősége komolyabb büntetés nélkül, ilyenkor természetesen jár a szabad rúgás, de a hatodik csapat hiba után a pálya meghatározott pontjáról közvetlen szabad rúgást, büntető rúgást végezhet el a vétlen csapat, amikor a labda és a kapus közé nem állhat sorfa, és egy az egybe rá lehet rúgni. Most lehetőségük van még az ülő játékosoknak beállni. Akkurátusan beállította Laucsek András. A figura nem rossz, nem rossz. Jenei vétette el a bal felső sarkot. Biztos láthatunk még hasonló variációkat, amennyiben szabálytalanságra és szabadrúgásra kerül a sor. Ez most sajnos nem sikerült. Takács. Szalai, és most kell őket letámadni, biztatja a csapatot. Baranyai Pál a kispadról, 3-2-ben mehetünk. Nem jó a passz, nem jó a megoldás, és még ráadásul vissza is pattan a labda Nagy Rolira. De ismét egy gólhelyzet, amit a gödöllői Bikák dolgoztak ki. A Csőmontás egyelőre csak asszisztál a játékhoz. Mondom ezt akkor, amikor ők kerülnek gólhelyzetbe. Egy visszagurított labda után egy kicsit önző volt ott középen Simon Zsolt. Balra is, jobbra is passzolhatta volna. Az első vendég szöglet a 10. perc derekán. Vidák. Vidák lopja el. Vidák mehet, mehet. Két védővel szemben Vidák előtte, nem jöttek a társak.
ismét Vidáknál a labda. Vidák teszi jól keresztbe, nem értették meg egymást most Nagy Rulival. A lövés jó, Ácsnak kell hozzáérnie, jöhet a második vendégszöglet. A sípszó után 5 másodperce van egy játékosnak elvégezni az adott rúgást, legyen ez szöglet vagy berúgás, vagy akár a kapusnak a kidobást. Ezt a játékvezetők feltartott kézzel számlálják. Magyar. Jó mozog ki, ott a csapattárs. Veres viszont lefüleli, majd előre rúgja vaktában, nincs ott senki. Egy jó lövés után, egy jó védés, nem volt igazán veszélyes. Jenei szentével, így gödöllői berúgás következhet. Egészen hátra kerül a labda, Ácsig, kezdődhet előről a játék. Ugi próbálta lefejelni, nem sikerült, illetve sikerült, csak nem jutott el a labda Jeneihez, akihez szerette volna. Ugi szelidítheti meg most egy picit, nem kellene rohanni. Szente. Jó a passz, Ugitól kapja vissza. Elveszítjük, Szalai. Azonnal fordul. A jó kiugratás után egy jó lehetőség. És az első igazán komoly vendéghelyzet. Simon Zsolt volt az, aki centikkel rúgta csak mellé. A szögletet elügyetlenkedik egy picit, de azt is mondhatjuk, hogy jól védekezett a Bikák csapata. Jenei teszi előre, majd kapná vissza Ugitól, de Simon közben nyúl. Simon Ádám 17-essel és Simon Zsolt látható 2-essel a vendégeknél, tehát két Simon is. Az úgy kékmezesé lehet. Szimcsák fogja elvégezni. November 5-én találkozott egyébként a két csapat a bajnokság, hát nevezük így őszi körében, az első körben. Akkor Üllőn 4-3-ra győztek a Bikák, ezúttal viszont már 3-0-ra vezetnek. 23-assal Szimcsák. Nagyon szépen csinálták végig, és egy higgadt megoldással került a labda harmadszor most már az üllői kapuba. 3-0, alig 12 percnyi játék után. Simon Ádám tomporon rúgja Jeneit, majd mellé gurítja, passzolni akarta. Szimcsák. Vidák. És közben cserélnek, Szente érkezik vissza. Észre se vettem, mikor ment le. Annyira gyorsan cserélődnek a játékosok. Ugi jól tartja meg, majd egy lerántás, tehát megvan az első
aztán Ugi jól elszórakoztatja saját magát, csak nehogy sárga lap legyen a jutalma. Tehát szabálytalanságok tekintetében egy-egyre áll a két csapat. Lovrencsics szerez labdát, majd teszi tovább. Nagy Rulihoz nem jut el. És kipöccinti Nagy Roli lábáról a labdát. Az egyik védő, aztán elügyetlenkedik. 12 percnyi játék után 3-0-ra vezet a gödöllői Bikák, abszolút megérdemelten, ők irányítják végig a találkozót. A vendég csőmontázsnak csupán pillanatai voltak. Két lövésük és egy majdnem komoly gólhelyzetük, ami talán említésre méltó. Tehát visszatérve az első mérkőzéshez, 4-3-ra győztek a gödöllőiek akkor. Egy viszonylag kiélezett mérkőzés volt tehát az. Most már a két csapat között 3 gól a különbség. Jöhet a csőmontázs oldalról. Szalai egy csel után nem tudja átvenni a labdát ott középen Simon. Nagy Roli kapja vissza, kivezeti. Póta érkezik vissza vendég oldalon. Szimcsák Tamás egyébként a legfrissebb igazolása a gödöllői csapatnak, és hát nagyon úgy tűnik, hogy bevált, hiszen 2 meccs alatt 5 gólt szerzett, majd ezen a mai mérkőzésen is betalált már egyszer, és hát nincs még vége a találkozónak. Egyébként a Csömör, Rubeola Csömör csapatából érkezett ide Gödöllőre. Póta, aki meg Gödöllő érintésével érkezett a csőmontás csapatába. Egyébként gödöllői oldalon Jenei Otto, Szimcsák Tamás, Szente Tamás az a 3 játékos, aki játszott már az Üllőben is. Ott csak egy játékvezető volt, ő nem avatkozott játékba. Szente pörgeti előre, sürgette az idő is egy picit, vaktában előre rúgta. Póta, Mezőfalvi. Póta. Hosszú lett ez a pörgetés. Nem tudta igazán birtokba venni a labdát Szente. Vidák annál inkább. Nagy, onnan hozzuk el. Szépen higgadtan tartja meg Vidák. És rápöcköli a vendég támadóra. Jól tartotta meg ezt a labdát Erdős. Mezőfalvi. Kiteszi a bal oldalra. Póta. Visszakerül Mezőfalvi, az aki egy lövéssel próbálkozik. Ács húzza le. Szente. Szépen higgadtan játszik most a gödöllői csapat. Miért ne tenné, hiszen 3 gólos erőnyben tartják a labdát és gurigáznak. Póta gurít egészen hátra. Kevesebb mint 5 perc van hátra az első fél időből, amikor Póta tartja a labdát a gödöllői térfélen. Simon, nem jutnak lehetőséghez. Nagyon jól védekezik, zártan a gödöllői csapat. Simon beteszi most Pótának egy lövőhelyzet. Mondom ezt, hogy jól védekezünk, amikor a 16. percben 3-1-re szépít a vendégcsapat. Simon Ádámnak tette le Póta nagyon szépen, így a 16. percben. Simon Ádám szépít.
Ez viszont szabálytalan, ami nem nagyon tetszik Pótának. Így már kettő szabálytalanságnál jár a csőmontás. Ezt fel is jegyzem magamnak, ez a későbbiekben még fontos lehet, hiszen nem nullázódik le a félidővel. Jó lövés volt, hanem tovább viszik a csapatok. Jakab szerzi vissza, Ugi. Szimcsák Jeneihez. Azonnal felpörög a mérkőzés egy gól után, pláne hogyha ezzel szorosabbá válik a találkozó. Ez kimarad. Lélegzett visszafolytva vártam én is, hogy begurul-e a labda vagy sem. Hál' Istennek mellé ment. Kevesebb mint 4 perccel a vége előtt. 3-1 a mérkőzés állása. 3-0 után szépített a csőmontás. Simon Ádám tartotta ott szépen a sarokban a labdát. Póta nem lövi el. Jó a variáció, ezúttal Ács a helyén van. Mezőfalvi egészen hátra, kezdődhet előről a játékszervezés. Szimcsák tette oldalra a labdát. Kicsit több mint 3 perc van hátra, ezt most már ki kellene húzni, és akkor megnyugtató előnnyel mehetnek a szünetre a kékmezes gödöllőiek. De egyelőre most a játék áthelyeződött a jobb oldalra, ahol a kékek vannak. Jenei szerez viszont labdát, aztán szabálytalan Jenei. Így kettőre módosul a szabálytalanságok száma. Egy kicsit megnyugodott a gödöllői csapat a 3 gólos előnyével. Ez talán megbosszulta önmagát, hiszen szépíteni tudtak a vendégek, és a félidő végére egyértelműen átvették az irányítást. Ott Lovrencs is küzdött egy nagyot, 2 barna mezessel, és ő győzött. Oldalról jöhetünk. Jenei kéri el hátul, majd teszi tovább. Ugi. Ugi elé bejönnek, szabálytalanság nem történt. Legalábbis a játékvezető szerint Ugi erről másképp vélekedik, de hát nem az ő szájában van a síp. Szépen állt be Lovencsics, és utána kapott egyet Mezőfalvitól. Egyelőre kezd paprikázódni a hangulat. 3-nál járnak ezzel a vendégek a szabálytalanságok terén. Szimcsák, Lovrencsics, Ugi elvéti. Simon Ádám a gólszerző. Póta próbálkozott egy lövéssel. És a helyi eredményjelzőn közben javították a szabálytalanságok számát. 3 vendégszabálytalanság mellett 2 hazai. Ez áll a táblán. Simon. Szalai. Simonnal. Nem jutnak előrébb. Póta. Póta kapja vissza. Egyelőre egy gólpassznál jár. Szépen telnek a másodpercek. Továbbra is 2 góllal vezet a gödöllői Bikák csapata. Póta. A vendégek jöhetnek oldalról.
Egy távoli bomba Simon Ádám részéről. Veszélytelen. Jenei szépen teszi be középre Uginak. Beres vissza Jeneihez, majd ismét Ugi. És most már a vendég térfélen a játék. Ugi próbálkozott, nem sikerült neki, már is jön le. Érkezik helyette Nagy Roli. Szimcsák helyett pedig Szente. Szente nem tudott mit csinálni. És Baranyai indulatosan áll föl a kispadról. Nagyon nem tetszett neki ez. Egy váratlan húzás, nem volt bent vendégjátékos. 40 másodperccel a vége előtt egy kis idegesség Gödöllői oldalon. Annak ellenére, hogy két gólos előnyben játszik a kékmezes társaság. Veres. Veres Jeneihez. Jenei kapja vissza. Jó a cseli, Jenei ellövi. Nagyon kellett ez. A 20. percben Jenei szerzi a gólt. 4-1 ezzel a mérkőzés állása. 23 másodperccel a vége előtt. Fontos volt ez, hiszen itt a játékidő a végéhez közeledett, és a félidő utolsó perceiben a csőmontázs került egy picit előnyösebb helyzetben, egy szépítő gólt is elértek, a Gödöllői oldalon pedig némi idegeskedés ütötte fel a fejét, úgyhogy nagyon szükség volt erre a találatra, és ebben a másodpercben véget ér az első félidő. Magabiztos Gödöllői játék. 4-1-re vezet a Gödöllői Bikák csapata 20 perc játékidő után. Most pedig következzen a 10 perces szünet, aztán pedig folytatódjon a találkozó. A kicsit több mint 10 perces szünet után folytatódhat a mérkőzés. 4-1-re vezet 20 percnyi játék után a Gödöllői Bikák csapata. A vendég Csőmontázs együttesével szemben, az Üllői együttes. Tehát csupán egyszer talált be a Gödöllői kapuba. Az első félidőben reméljük, hogy nem is nagyon szaporítja a góljainak a számát. Lovrencs is küzdött az egyensúlyával. Végül is elvesztette. Nem csak a küzdelmet, hanem az egyensúlyát is. Simon, a gólszerző, rosszul próbálta játékba hozni csapattársát. Jenei végezheti el ezt a berúgást, aki már két találatnál jár. Gödöllői oldalon. Ugi. Ugi megtartja, ezzel helyzetbe kerül Ugi. Megpróbálta fölemelni, jöhet a szöglet. Ahogyan az első félidőben a Gödöllő kezd határozottabban. Jenei fogja elvégezni. Lovrencsics, Szimcsák. Ugi forgolódik, ketten vele szemben győzött a túlerő. De egy szögletet azért sikerült kiharcolni. Ugi Márk egyébként a magyar strand foci válogatott csapatkapitánya is, és a Gödöllői együttesnek is ő a kapitánya. Simon Zsolt ellövi 12-ről körülbelül. Ács leért a sarokra, kellett, hogy hozzáérjen. Szalai. Megpattanó labda, Ács le is ül, de talán, hogyha kapura pörög, akkor vissza tudott volna nyúlni érte. Egyelőre egy Üllői szöglet. Szalai. Jó veszi át. Remekül lépett ki a kapujából Ács.
Kovács. És tulajdonképpen a második félidő első nagy helyzete az a Csőmontás csapatáé. Jenei, Ugi. Nem kapta vissza Jenei. Szimcsák veszi át egy picit hosszan. Elveszítjük a labdát, ebből baj lehet 2-2 ellen, de érkezik vissza Ugi, segít. Így a létszám fölény visszaalakult egyenlővé. Erdős. Közbe szúrunk. Simon Ádám tartja, majd teszi oda Szalainak. Egyedül próbálja megverni ott Szimcsákot. Erdős, nem sikerült neki. Erdős. Simon Ádám. Most baj lehet. Nem figyeltek, egy jó lövés, mondom én, nem sikerült. Jenei határozottan, és jöhet Szimcsák és Jenei ketten. Szimcsák egyedül megy. Remekül lépett ki a kapujából Laucsek András Csaba. És az első csere gödöllői oldalon. Lendületesen kezdődik tehát a találkozó. Nagy Roland érkezik a berúgáshoz. Nagy Roland egyébként volt U21-es válogatott is, ebben is bővelkedik a gödöllői csapat, hiszen Lovrencsics és Vidák Balázs is ott volt a legjobbak között, még korosztályos korában az U21-es magyar nemzeti csapatban. Szimcsák Tamás pedig felnőtt válogatott is volt. Közben Simon Zsolt a labdával teszi vissza Erdősnek. Erdős egy csel után vissza Simonnak. Egy kis bizonytalanság után Vidák elveszíti végül is. Szalai hozza, Szalai eddig jó. A végébe egy kis hiba csúszott, hál' Istennek, remekül léptünk közbe. Veres Gergely állította meg a vendégakciót. Szalai teszi le. Visszakapja Szalai, 10 méter a távolság, ellövi, veszélyes volt. A negyedik percben. Egyelőre jobban kezdenek a vendégek. Szente felé egy ívelés, kimegy a labda. Póta érkezik vendég oldalon, és Mezőfalvi. Póta Balázs. Simon Zsolt. Egyre közelebb a vendégek. Most már 12 méterre a kapunktól. Takács. Mezőfalvi, Póta. És elkezdik előről. Kicsit tanácstalannak tűnik most a vendégek játéka, de az is lehet, hogy kivárásra játszanak, inkább az előbbi verzió. Gödöllői győzelem esetén a harmadik helyet el lehet érni a tabellán, és 3 fordulóval a vége előtt, a mait beszámítva 3 fordulóval a vége előtt úgy tűnik, hogy oda lehet érni az egyértelműen kitűzött cél, a harmadik hely a csapat számára, amit meg lehetne szerezni a mai mérkőzésen. Sajnos nem kaptam információt arról, hogy a Berettyó Újfalu és a Szeged mérkőzése miként áll, illetve mi lett a végeredmény, hiszen azt a találkozót a Gödöllő Csőmontás meccs kezdete előtt egy órával
kezdték. Nagy Ruli nem jut lövéshez, így már biztosan befejeződött Szente. De lehet, hogy a játékosok már szereztek információt a mérkőzésről. Takács csúszott oda. Takács próbált a pótát játékba hozni, egy picit magas volt. A kidobás hosszúnak tűnik. Lovrencsics nem volt elég magas ehhez a labdához, Ács egy picit elmélyre teszte. Tizenegyessel Soltész Levente vendég oldalon, egy új játékos. Az első fél időben nem játszott. Egy lövés, Ács a helyén. Jöhetünk 3-3-ba, és most Soltész Levente az új játékos, akiről beszéltem, egy jó becsúszás után, de szabálytalanság. Így, és még sárga lapot is kap Lovrencsics. Mindez a 7. perc eseménye a második fél időben. Sárga lap, közben feljegyzem. És rosszul mondtam önöknek, lenullázódik a fél időben a szabálytalanságok száma. Így egyelőre 1-0 ebben a tekintetben a Gödöllő javára. Hát inkább úgy mondanám, hogy a Gödöllő kárára. Na nézzük, az első komolyabb lehetőség szabadrúgásban rögzített helyzetből, amiből talán egy figurával, hát de nem ezzel, gólt lehet szerezni, Soltész csúnyán fölélőtte. Uginál a labda, Ugi, egy lövés, ballal, pótáról pattan oldalra. És jön vissza Szimcsák, épp akartam mondani, hogy talán az ő játékára szükség lenne egy nyugtató gól, jót tenne a csapatnak. Bár 3 gólos előnyben úgy gondolom, hogy azért nagy izgalomra nincs ok. Jöttek a vendégek, 3-3, a Mezőfalvi megy keresztbe, balra. Mondom én ezt, hiszen jobbra, aztán ellövi, azt viszont balra. Lényeg a lényeg, hogy a labda nem került be a gödöllői kapuba. Szépen mozogta keresztbe a védőket, és engem is zavarba hoztak ezzel. Lovrencsics. Hátra teszi Szmircsák be középre, nagyon nagy játék, Ugi nem tudta egyből lőni. És mivel visszavette a labdát, ezzel már teret nyertek a védők. Ez se kisebb játék, Jenei remekül vett észre a kapus, aki hát komolyabb büntetése is számíthat. Nézzük, hogy milyen színű a kártya. Igen, mivel nem tudta jól átvenni a labdát Jenei, ezért csak sárga. Hogyha gólhelyzetbe törhetett volna ki, időt kér Paranyai Pál. Hét perc, 17 másodperc telt el a második félidőből, és időt kért Baranyai Pál. Talán egy figurát fognak most egyeztetni, hiszen nagyon jó lehetőség ez a gólszerzésre. A vendég kapus Laucsek András Csaba érkezett késve, és már csak szabálytalanul tudta megállítani a kis hiány gólhelyzetben kitörő Jeneit, megakadályozva a harmadik góljától, hiszen Jenei 2-nél tart. 32 esztendős egyébként Jenei Otto. Elnézést, Szente Tamás a csapat rangidős játékos, a 36 esztendős, a legfiatalabb pedig a két 22 éves, Jakab Dávid és Pintér András, ők még nem kerültek pályára a mai napon. Na nézzük a figurát. Ugi, Jenei, Szimcsák és Veres.
majdnem a kezdő négyes, csupán Lovrencsics hiányzik. Mérnöki pontossággal állítja a sorfalat Laucsek. Azt az egyetemen sem tanítják jobban. Na nézzük, Szimcsák leteszi oldalra, hát ez nagyon egyszerű figura volt, kérem szépen. A 8. percben Jenei 3 gólnál tart. Nagyon szépen kapta meg Szimcsáktól a labdát. A kapus kint volt 4 méteren a sorfal mellett, és tulajdonképpen mattolták ezzel a passzal, megszerezve az 5. gödöllői találatot. Jenei nagyon jól játszik. Egyelőre nem vitásan a csapata legjobbja maga 3 góljával. Hál' Istennek sikerült az utolsó pillanatban közbe szúrni ott. Veres volt nagyon hasznos. Egy sarok rúgással jöhet a csőmontás, akik most már el kell, hogy kezdjenek kockáztatni, vélhetően lesz rá példa, akik esetleg járatosabbak a futszálban, tudják, hogy ilyen esetben elég gyakran próbálnak mezőny fölénybe kerülni úgy a vert helyzetben álló csapatok, hogy lehozzák a kapust, és egy mezőnyjátékos érkezik a helyére. Vissza is pattant a gödöllői játékosra, így jöhet a csőmontás. Soltész Pótának és Takács a labda útja. Egy labdakezelési hiba Soltésztól. Szép lassan érkezik oda Jenei. Megteheti, hiszen az óra áll. Ugi, nincsen segítője. Ugi teszi le Jeneinek, Jenei jól tartja meg. Szépen csinálta a sarokban. Marad a gödöllőnél a labda. Jenei a túloldalra Uginak, Ugi beteszi, Szimcsák érkezett. Nagyon nagy játék lett volna, a becsúszás szabálytalan. Jöhetnek a vendégek, így megvan a második szabálytalansága is a gödöllőnek. 8 perc után jól védekezett ott 13-assal Takács Márton, csak ezúttal neki nem védekeznie kellene, hanem támadnia, legalábbis azelőtt a kapu előtt. Hát szerencsétlenül találta őt el Póta Csaba. Póta lövése lepatta. Póta kavargat, Vidák érkezik, a két Balázs összecsapását láthattuk ott. Pótának és Vidáknak is ez a keresztneve. Egyébként a tegnapi napon ünnepelték a névnapukat, utólag is Isten éltesse őket. Közben egy sérülés miatt áll a játék. Véletően nagyon fáj a bordája, nem csak egy játékvezetői labda ejtés következik. Takács visszaadta a labdát, sportszerűen meg is tapsolják őt. Na nézzük, Szente, Vidák, Nagy Roli, a fejes Jakab fejéről csúszik ki a labda, nem sikerült, Jakab az új játékos, de ő a 22 esztendős, az egyik. Először a pályán. Nagy Roli. Rápöcköli nagyon okosan, rutinosan Takácsra. Nem sikerült. Visszament, hozzáért a labda, így szöglettel jöhetnek a vendégek. Érdekesség, aki egyébként még nem látott futszál mérkőzés, hogy a kapusokon nincsen kesztyű. Tehát a kézilabda kapusokhoz hasonlóan kesztyű nélkül védenek. Ugye ez is egy különbség a nagypályás labdarúgáshoz képest. Gödöllői berúgás.
Jakab. Jakab fiatalosan előreindul, nagyon szépen csinálja. Jakab az alig 2 perce, szerintem annyi ideje sincs a pályán. A legfiatalabb, Jakab Dávid nagyon szépen megcsinálta, és önzetlenül vissza tálalta elé Ugi. Így Jakab a gólszerző. 6-1-re vezet ezzel a Gödöllő, pontosan 10 perc játék után. Nagyon szépen csinálták a fiúk. A vendégek most már kénytelenek futni az eredmény után. Szalai. Simon. Simon cselez, a lövése megpattan. Remekül helyezkedtek a gödöllőiek. Simon, Mezőfalvi, Erdős. Bocsánat, Szalai volt az imént, nem Mezőfalvi. Simon Zsolt. Simon Ádám tette ki oldalra Erdősnek. A lövés nem ért hozzá Gödöllői. Vidák vissza Szentének. Jakab. Jakab várta Szentét, Szente nem érkezett. Újabb perc telt el. Ismét 60 másodperccel közelebb a győzelemhez a Gödöllői Bikák együttese, és ezzel a győzelemmel a kitűzött cél elérhető közelségbe kerülhet, hiszen amennyiben a Berettyó Újfalu legyőzte a Szegedet, sikerül a tabella 3. helyére fölállni. Ez a próbálkozás veszélytelen volt. Vidák remekül veszi át, Vidák ellövi. Egy picit szabálytalanok voltak vele szemben, én úgy gondolom. Itt közben valami játékvezetői intézkedésre kerül a sor. Igen, egy szabálytalanságot hozzáírtak a vendégek fekete listájához. Nagyon szépen lépett ki Póta, lendületesen a lövése elkerülte a kaput. Kettő mérkőzése van még a gödöllői csapatnak. Utazik Debrecenbe, a Deac Futsal klub otthonába, akik a tabella 10. helyén tanyáznak, 11 csapat alkotja egyébként az NB1 mezőnyét, mögöttük csupán a MAFC BME együttese áll 10 ponttal, a Deac Futsalnak 11 pontja van, tehát véletlenül egy győzelem minden bizonnyal megszületik a következő fordulóban, az utolsó hazai mérkőzésen pedig Rába Eto, a győri Rába Eto csapatát fogadják a gödöllőiek, akiktől 10-1-es vereséget szenvedtek idegenben. Minden bizonnyal hazai pályán azért komolyabb ellenállásra számíthatunk majd a gödöllőiek részéről. Minden esetre Rába Eto torony magasan 48 megszerzett ponttal, mindössze egy győzelemmel 17 mérkőzés után vezeti az NB1 tabelláját. A Berettyó Újfalu 37-tel kullog mögöttük tulajdonképpen 9 ponttal, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A szabadrúgás ezúttal befér. Hát ott sokkal több hely nem volt. Csak annyi, hogy ez a labda oda beférjen. A 13. percben Simon Ádám szerzi a csapat 2. gólját.
ezzel szorosabbá téve a mérkőzést, már hogyha a 6-2-es mérkőzés állást lehet szorosnak nevezni. 7 percnél egy picit több van hátra a mérkőzésből, ami azért futszálban nem kevés, hiszen tiszta játékidővel számolunk. Így egy perc alatt is megfordulhat akár egy mérkőzés állása. Természetesen nem 4 gólos különbségnél, de sok mindenre lehet példa. Szente például eladja a labdát. Ez egy jó példa a labda eladásra. Szalai. Szalai emeli oda Simonnak. Simon felrúgja a labdát, így oldalról következhet majd a gödöllő. Én is úgy láttam, hogy Simon lábáról került a labda a mennyezethez. A rossz passz után csőmontás, berúgás. Simon Zsolt Szalaival játszik össze. Szalai nem tudott tovább menni, de azért megtartja a labdát a vendégcsapat. Remekül fejlődik fel a gödöllői csapat. Jakab nagyon szépen tálal Szente elé, és a csapat játékos edzője, Szente Tamás is gólt szerez, akiről azért el kell, hogy mondjam, hogy több mint 100-szoros válogatott, ugyanúgy, ahogy kollégája Baranyai Pál, aki nem játszhat a mai napon, hiszen eltiltását tölti. A 14. percben tehát Szente is felkerül a góllövő listára. Egy gólgazdag mérkőzést láthatnak, kedves nézők, amennyiben kedvet kaptak ehhez a sportághoz, figyeljék híradásainkat, és kövessék a gödöllői bikák pályáját. Hamarosan véget ér egyébként a bajnokság alapszakasza, amint említettem, 2 mérkőzés van hátra. Debrecenbe utazik a csapat, majd fogadja a Győri Eto együttesét, ezt követően a legjobb 6 bekerül a felsőházi rájátszásba, mondom ezt akkor, amikor megszületik a 8. gól is. Nagyon szépen csinálták végig. 7-essel Ugi Márk is feliratkozik a gólszerző listájára, és ez is a 14. percben történt. Na, erről beszéltem, hogy itt egy perc alatt akár 2-3 gólra is van idő, hiszen egy akció, 2-3 húzás, 10-12 másodperc. Hál' Istennek ezúttal Szimcsák útját állta a labdának, de már is az ellenfél kapujánál a játék. Laucsek dobja hosszan előre, Simon Zsolt szépen tartja meg, Simon Zsolt 2 emberen keresztül, ott egy szabálytalanság. Ezzel a gödöllői csapat már eléri a 4. csapat személyét. A következő már büntetőt ér majd. 8-2-13-52 mutat az óra. Kicsit több mint 8 perc van hátra. A kapufáról pattant ki a labda. Hozzáért védőjátékos? Ezek szerint igen, így szöglettel folytatódhat a játék. Közben azt böngézem, hogy az előttünk álló Szeged csapatának mi lesz a 2 utolsó mérkőzése. Ők is játszanak a Debrecennel, tehát véletlenül egy papírforma győzelem születhet. Majd az utolsó fordulóban egy pillanat is mondom önöknek, de nézzük meg ezt a gödöllői akciót. Szépen megy Szimcsákhoz a labda a szélére, de kezdhetjük előről. Lovrencsics nem kapja meg, Szimcsák kapja vissza. És egy szöglet. Az utolsó fordulóban szabadnapos a szegedi csapat, tehát nekik már csak egy mérkőzésük van a main kívül. Így mindösszesen 3 pontot tudnak szerezni. Tehát ezzel a győzelemmel elérhető közelségbe kerül a 3. hely, ami a rájátszás tekintetében vélhetően fontos.
de nem tudom pontosan a lebonyolítás szabályait, majd kifaggatjuk erről az érintetteket. Egy picit több, mint 5 perc van hátra a mérkőzésből, akkor, amikor egy újabb vendégberúgás következhet. Simon Zsolt állítja meg a labdát. Soltész kapja. Soltész jól megy el, a lövése azonban elkerüli a kaput. Egyelőre jól játszik Soltész. Jenei. Takács nem nézte el, szépen fejelte haza a kapushoz. Póta, Takács megpróbálta egyedül, Jenei közbe lépett. Póta. Simon Pótának vissza. Pótának egy picit magas volt, nem tartozik a Hori-Horgas játékosok közé. A becsúszás jó, szabályos, az viszont nem, és ezzel egy újabb szituációhoz érkezünk. Sárga lapot kap, kicsoda? Lovrencsics? Ugye nem Lovrencsics az, nem? Jó van, őt már látom, hiszen neki van már egy sárgája, Szimcsák lehet. De érkezni kell, pályatörlés és orvosi ellátás is indokolt. Szimcsák. Szimcsák kapja a sárgát a 16. percben. És mivel még csak az 5. szabálytalanság volt, ezért még az eddigi rendnek megfelelően a szabálytalanság helyéről végezhet el szabadrúgást, mégpedig közvetlen szabadrúgást. A csőmontás, ez nagyon gyenge volt, és kis hián elveszítik a labdát, nem kis hián, hanem elveszítik, Lovrencsics szépen gurítja el. 9-2. Egy gyors labdaszerzés után ketten megcsinálták tulajdonképpen ezt az akciót. Lovrencsics a 16. percben. Úgy gondolom, hogy nem mondok nagy hülyeséget, hogyha kijelentem, hogy ezt a mérkőzést megnyerte a Gödöllői Bikák csapata, és ezzel nagyon értékes 3 pontot gyűjt. Vidák. A rájátszás pedig a rájátszás mezőnyében a Rábaetó, a Berettyóújfalu, a Szeged, a Gödöllői Bikák, az Aramis, a biztos résztvevők, és a 6. helyen a Szombathelyi Haladás, a 7. pedig a Rubeola Csömör, mindössze 3 pont van a két csapat között. Igaz, a Rubeola egy mérkőzéssel többet játszott. Tehát amennyiben a Haladás nem hibázik, abban az esetben a Szombathely lesz a felsőházi rájátszás 6. tagja. Vidák és Szimcsák játsza végig, kihozzák, és egy szabálytalanság. Úgy érzem, hogy egy picit felesleges vendég részről. A 3., de lehetőség nyílik egy kombináció végrehajtására. Feres jön le. Szimcsák érkezik. Szimcsák, Vidák, Nagy Roli és Szente. Ismét a precíziós sorfalállítás. Na nézzük, Szimcsák.
Szimcsák telibe lövi a kapust, a kipattanó labda viszont elé kerül, és megszerzi a 10. gödöllői gólt. Nagyon szépen csinálta Szimcsák. Egymaga tulajdonképpen. Csere volt, lent volt, tehát nem volt a pályán a szabálytalanság idejében, de azonnal őt küldte be Baranyai Pál. És remek választás volt. A 17. percben tehát Szimcsák gólja. A következő, amit fel kell jegyezzek. Gyors akció után viszont Vidák szerez labdát, akit húznak vissza. Vidák ellövi, még lerántani sem tudták. 89-essel Vidák, és meg is kapja a sárga lapot a vele szemben szabálytalankodó Erdős, azt hiszem. De a lényeg az, hogy Vidák ugyanebben a percben, a 17-ben, illetve egy picit átcsúsztunk már a 18-ra, de a lényeg az, hogy megvan a 11. gödöllői gól is. Tulajdonképpen egy perc sem telt el az előző találat óta. Most már lehet, hogy el kéne gondolkozni a vendégeknek azon, hogy lehozzák a kapust, bár az is lehet, hogy ekkora előnynél már szinte felesleges. Simon. És gödöllői oldalon a pályán 19-essel a másik fiatal játékos, Pintér András. Visszakerül Szalaihoz. Szentében akad el a labda. Klacsák, ő sem játszott túl sokat a mai meccsen. Simon. Simon teszibe nem érkezett oda Szalai. Klacsák már elfutott. Simon Zsolt pedig lemaradt erről a beadásról. Pintér. Pintér kioszt egy kötényt, aztán kis hián visszaszerzi. Hátra kerül Ácshoz a labda. Vidák, Szentével játszanak össze hátul. Vereskéri, és visszakerül Szentéhez. Nagyon szépen, nyugodtan tartják a labdát a gödöllőiek, akik másfél perces közelségbe kerültek a győzelemhez képest. Vidák. Most már úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a gólszerzésre játszanak. Tartják a labdát, menjen az idő, legyen játékban a labda. Teljenek a másodpercek. Vidák tehette volna keresztbe, még mindig nála a labda. Vidák Pintér, Szente próbálta fölemelni Veresnek. Egy picit már a közönségnek játszik a gödöllői Bikák csapata. Majd egy szabálytalanság, ami azt jelenti, hogy láthatunk egy büntető rúgást. Mindjárt az első futszál közvetítésünk alkalmával be tudjuk mutatni, hogy milyen is ez. És érkezik a kapuba Hegedűs Ferenc, Feca. Simon Zsolt helyezi le a labdát a gólvonaltól 10 méterre felfestett pontra. Na nézzük. Simon ellövi, és jól véd Feca. Jobb lábbal beletornázik. Szögletre hárít. Jenei. Szimcsák keresztbe, Jeneihez nem jut el. Jól gondolt a Szimcsák, a kivitelezésbe csúszott egy kis hiba. 52 másodperc van a találkozó végéig. A gödöllői Bikák és a Csőmontás csapatai között a futszál NB1-ben. A 18. forduló eseményeit láthatták a kedves nézők az elmúlt egy órában. És azt, hogy 11-2-re nagyon simán, magabiztosan győzött a gödöllői társaság, és ezzel óriási lépést tett a bajnokságban a harmadik hely megszerzéséért, ami az alapszakaszt illeti. Ezt követi még egy 6 csapatos rájátszás, ahol az első 6 együttes egy újabb kört játszik egymással, egyszer otthon, egyszer idegenben. Pintér veszi át ezt a labdát szépen, érkezik-e társ, Pintér ellőtte egyedül,
30 másodperccel a vége előtt Szimcsák. És egy felesleges szabálytalanság után következhet egy újabb büntető. A hetedik csapat hibája volt ez a gödöllőieknek. Hát ezt is középről, úgy gondolom, hogy ez nem lehet kérdés. Takács. A kapuban pedig Hegedűs Ferenc alias Feca, és megbabonázza a vendégcsapatot, nem is találják el a kaput sem. Jakab egy esernyő, de aztán elveszíti a labdát, egy picit meghalt most a szépségben Jakab, de visszaszerezzük, 12 másodperc, már csak 10. Jeneihez még eljut, Jenei ellövi, 7 másodperce maradt a vendégeknek, bármire. Nem nagyon erőlködnek. 11-2 ez a mérkőzés végeredménye. A gödöllői bikák nagyon simán 9 góllal legyőzik a csőmontás együttesét. Ezzel megszerzik a begyűjthető maximális 3 pontot, és nagy lépést tesznek a harmadik hely megszerzéséért. Nagyon szépen játszottak a fiúk, és magabiztos sikert arattak. Sportszerű mérkőzést láthattunk, kedves nézőink. Az elejétől kezdve dominált a gödöllői csapat. Az első félidő végén volt egy kis fellángolása a vendégeknek, ott szépítettek is, de azon kívül végig a kékmezesek irányították a játékot. A végeredmény tehát 11-2. Akkor jó. Kedves nézőink, nagyon köszönjük a figyelmüket, reméljük tetszett önöknek ez a futsal közvetítés. Egy nagyon jó mérkőzés. És közben elköszöntem, de nincs vége a találkozónak. Egy piros lapot kiosztott a játékvezetőit, egy kis közjáték. Egy kis víz került a pályára, megmondom őszintén, nem is figyeltem, hiszen annyira nyugodt, higgadt keretek között zajlott le ez a találkozó. Volt egy kis izgalom az első félidő derekán, de tulajdonképpen nem volt jellemző a sportszellőtlenség erre a találkozóra. Abszolút nem is lett volna értelme, hiszen olyan nagy volt a különbség a két csapat között. A játékvezető csitítja a kedélyeket, és elkülöníti most a gödöllői csapatot. Megmondom őszintén, nem tudom, mi történt. Lehet, hogy majd a felvételeinkből találunk olyan pillanatot, amin látszik maga az eset. Azt látom, hogy csupa víz a pálya. A gödöllőiek egy kupacban, a játékvezető pedig visszarendel mindenkit. Hát sajnálom, hogy így ért ez véget. De reméljük, hogy ez mit sem von le abból, hogy a gödöllői csapat 11-2 arányban megnyerte ezt a mérkőzést. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, Szabados Istvánt hallották.